Meghalt Csala Zsuzsa, a Vidám Színpad örökös tagja 81. évében hunyt el. Több száz színpadi és televíziós szerepet játszott el. A Vidám Színpad emlékműsort szervez tiszteletére. Azt hiszem, hogy a 20. század legnagyobb magyar komikáját gyászolhatjuk, egy hihetetlen nagy űrt hagyott a Zsuzsa maga után. Straub Dezső művészeti vezető emlékezett így a Vidám Színpad örökös tagjára, aki 1960-tól 40 éven át volt tagja a társulatnak. Az újjáalakult színházban is játszott az Óbudai Eurócenterben. Igaz, akkor már bottal járt és sokat betegeskedett. Igazi barát volt, ingyen is vállalt fellépéseket, ha kellett. 75 éves korában azt mondtam, hogy éjjel egykor, hogy Zsuzsa, akkor most nekem van egy megbeszélni valónk veled, azt mondta, jövök, és jött. Több száz színpadi és televíziós szerepet játszott el. Láthatták a nézők a Nosztifjú esete Tóth Marival című filmben, színpadon Mágnás Miska marcsájaként. Kedvenc szereplője volt a Rádió Kabaréknak. Ő kölcsönözte sajátos hangját Ursulának, Bubó doktor asszisztens nőjének. A Jászai Mari díjas és érdemes művész Csala Zsuzsát a Vidám Színpad saját halottjának tekinti, és emlékműsort szervez tiszteletére.